Főbb híreink. A munkahelyteremtésről, az összeköttetésekről, a kitörési lehetőségekről és a szükséges fejlesztésekről tanácskozott Novák Katalin köztársasági elnök. Az LMP ismét tiltakozik a Rákos rendezőre tervezett megalomán beruházás ellen. Az ellenzéki párt szerint Budapestnek nincs szüksége felhőkarcolókra. Az izraeli túszok családjainak egy része, hazaengedett tartalékosok és civilek, valamint a harcosok anyái szervezet blokkolták a forgalmat Gázában segélyszállító teherautók elől. A cseh államfő szerint Ukrajna jelenleg nincs olyan helyzetben, hogy az orosz erőket belátható időn belül ki tudná űzni saját területéről. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a heti TV híradóját látják, belföldi híreink. A munkahelyteremtésről, az összeköttetésekről, a kitörési lehetőségekről és a szükséges fejlesztésekről tanácskozott Novák Katalin köztársasági elnök, amikor háromnapos vármegye látogatásán Békés vármegyei vezetőkkel találkozott a Gyulai várban. Az államfő a találkozó elején elmondta, 3 napra Békés vármegyébe költözött a kihelyezett Sándor palota. Közölte, Békés határmenti vármegye, annak minden szépségével és nehézségével, amely infrastruktúrálisan nem élvezi az összeköttetések minden előnyét. Véleménye szerint, ha azt mondjuk, hogy a konnektivitás világában élünk, akkor ezt saját hazánkon belül jobban meg kell teremteni. Elsősorban azzal a céllal, hogy munkahelyet tudjanak teremteni az itt élőknek, hangsúlyozta. Elmondta, látja a demográfiai adatokat, tudja, hogy még többet érdemes azért tenni, hogy helyben találja meg mindenki a boldogulását, hogy legyen megfelelő tisztességes munka, amellyel el lehet tartani a családokat. Ezt érzi a legnagyobb kihívásnak Békésben, jelentette ki. Brüsszelnek még csak szándékában sem áll megvédeni Európa határait az illegális migrációtól, írt a közösségi bejegyzésében Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára, aki elkeserítőnek tartja, hogy az európai határvédelmért felelős szerv a Frontex vezetője szerint nem lehet feltartóztatni a bevándorlást. Az államtitkár a bejegyzésében abszurdnak nevezte, hogy miközben az európai határvédelemért felelős hivatalos szerv feladata lenne, hogy megvédje Európát az illegálisan érkező migránsok tömegétől. A Frontex igazgatója úgy nyilatkozott a Voltem Zontag nevű német lapnak, hogy semmi sem tartóztathatja fel az embereket a határok átlépésében. Se fal, se kerítés, se tenger, se folyó. Zsigmond Barna Pál elkeserítőnek tartja, hogy az elviekben az európai határok megvédéséért felelős vezető ennyire alkalmatlannak gondolja a saját maga által vezetett hatóságot arra, hogy megvédje Európa határaitól a bevándorlástól. Szerinte ugyanakkor a következetes magyar bevándorlás politika működik, Magyarország nem hagyta, hogy bevándorló országgá tegyék. Az LMP ismét tiltakozik a Rákos rendezőre tervezett megalomán beruházás ellen. Az ellenzéki párt szerint Budapestnek nincs szüksége felhőkarcolókra. Kanásznagy Máté, az LMP frakcióvezető helyettese úgy fogalmazott, teljesen elképedve látták a látványterveket, és ezzel igazolva azt érzik, amit korábban is mondtak. Nem az arab befektetők számára épített luxus apartmanokra, toronyházakra, felhőkarcolókra, valamint újabb plázákra, betonra és üvegkalickákra van szükség, hanem a zöld felületek, a parkok fejlesztésére és megfizethető lakhatás biztosítására, bérlakások építésére, sorolta az ellenzéki politikus. Kanásznagy Máté rámutatott, Rákos rendezőn áldatlan állapotok uralkodnak, jelentős infrastruktúrális fejlesztésre van szükség, de nagyon nem mindegy, hogy ez milyen formában valósul meg. Értékelése szerint a beruházás Orbán Viktor megalomán vágyainak a megvalósulását jelentené. Külföldi híreink. A túszok családtagjainak egy része, hazaengedett tartalékosok és civilek, valamint a harcosok anyái szervezet blokkolták a forgalmat a Kerem Salom átkelőnél, megakadályozva, hogy a segélyszállító teherautók bejussanak a gázai övezetbe, jelentette a Kán közszolgálati műsorszolgáltató. A túszok családjai szerint a hadsereg csak a térségben zajló tiltakozásaink idejére nyilvánítja zárt katonai területté az utat, pedig a gyakorlatban az útvonal nyitva van. Csak a Gázának és a Hamásznak nyújtott segélyek leállítása vezet a túszok visszatéréséhez. A túszok családtagjainak másik csoportja, Haifán demonstrált, és a Hamásszal tárgyalás alatt lévő megállapodás végrehajtását követelte.
A 98. hadosztály erői folytatják támadásukat a Khan Yunes menekültábor területén, növelve a Hamas terrorszervezetre nehezedő nyomást, és mesterlövészek tüzével, tankokkal és légicsapásokkal likvidálva számos terrorsejtet. A légierő támadásokkal segíti a manőverező erőket, hogy valós időben elhárítsa az erőket célzó fenyegetéseket, és terrorista infrastruktúrákat is megsemmisít, közölték az izraeli védelmi erők. Az elmúlt nap folyamán a kommandó dandárharcosai terrorista célpontokra csaptak le a tábor szívében, és számos terroristával kerültek harcba, köztük olyan terrorista osztagokkal, amelyek páncéltörő rakétákat készültek kilőni az erőkre, a csapatok pedig likvidálták őket. A légierő egyik drónja a Givatari dandár csapatainak irányításával csapást mért két terrorsejtre. Szintén a tábor területén a 7. dandárharcosai kiterjesztették a támadásaikat, rajtaütést hajtottak végre harci létesítményekben, ahol fegyvereket találtak és terroristákat likvidáltak. Benjamin Netanyahu miniszterelnök azt mondta, hogy 6 hónapba telik, mire az izraeli hadsereg befejezi a háború 3. szakaszát, amely már megkezdődött a gázai övezet északi részén. A Kán közszolgálati műsorszolgáltató arról számolt be, hogy a zárt ajtók mögött zajló kormányülés egy részén Netanyahu a gázai hadjárat időtartamával foglalkozott. A miniszterelnök azt mondta a minisztereknek, hogy előre megmondtuk, hogy a légi szakasz 3 hétig fog tartani, és így is lett. És ahogy megmondtuk, hogy a masszív manőver 2. szakasza 3 hónapig tart, az is így lett. Így azt mondjuk, hogy az ellenőrzés fenntartásának és elmélyítésének 3. szakasza pedig 6 hónapig tart. Az átszervezésről mintegy hónapja lezajlott megbeszélések részeként a hadsereg csökkentette a gázai harcosok számát, azaz elengedte a tartalékosok állomány egy részét, és rendszeresen von ki csapatokat pihenés és tréningezés céljából. A 3. szakasz várhatóan a szárazföldi manőver befejezését, a bevetett erők számának csökkentését, a tartalékos állomány hazaengedését és a célzott rajtaütésekre való átállást foglalja magában. Joab Gallant védelmi miniszter a hadi kabinet északi hatóságok vezetőivel tartott ülésén arra figyelmeztetett, hogy amint kitűznek egy időpontot az északi lakosok visszatérésére, az a Hezbollah ma már hajtja a vizet, jelentette a Khan. Gallant szerint a tény, hogy nincs nyilvánosan kitűzött céldátum, jó dolog. Az egyértelműség hiánya még jobban megnehezíti a Hezbollah dolgát. Gallant a találkozón azt is elmondta, hogy a déli háború leállítása a Hezbollahot hozza ránk. A gázai háború nem érhet véget a jelenlegi állapotban a Hamas teljes szétbontása nélkül. A hatóságok vezetőivel folytatott megbeszélésen a kabinet elzárkozott attól, hogy meghatározza a diplomáciai megoldás határidejét, illetve azt a pillanatot, amikor Izrael kénytelen lesz hadműveletet, vagy háborút indítani a Hezbollah terrorszervezet ellen. A részletekkel tisztában lévő források szerint Netanyahu és Gallant védelmi miniszter azt mondta, hogy a kétértelműség irányelvét kell alkalmaznunk, nem jó dátumokról beszélni. Az amerikai hadsereg megsemmisítette a húszi lázadok újabb 2 kilövésre kész hajóelhárító rakétáját, és 3 légi csapást mért az Irán által támogatott iraki milíciák 3 létesítménye ellen kedden, jelentette az amerikai központi parancsnokság és a Pentagon. Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter tájékoztatása szerint a Kaitab Hezbollah militáris csoport és más Iránhoz kötődő milíciák nyugati iraki fegyverraktárait és kiképzőhelyeit ért prezíciós csapásokat a Szíriában és Irakban állomásozó amerikai és koalíciós erők elleni egyre fokozódó támadásokra válaszul rendelte el Joe Biden elnök. Bagdad ugyanakkor agresszív lépésként értékelte az ország területén végrehajtott amerikai légicsapásokat, amelyek az iraki miniszterelnöki hivatal közleménye szerint felelőtlen eszkalációhoz vezetnek, sértik az ország szuverenitását és aláássák az évek óta tartó együttműködést a két ország között. A cseh államfő szerint Ukrajna jelenleg nincs olyan helyzetben, hogy az orosz erőket belátható időn belül ki tudná űzni saját területéről. A demokratikus országoknak ezért segíteniük kellene, hogy Ukrajna minél jobb kompromisszumot köthessen. Realista módon kellene szemlélnünk a helyzetet, és nem rózsaszínű szemüvegen keresztül, mint eddig. Oroszország nem egyszerű, és nem is gyenge ellenfél. Oroszország agresszív és arrogáns módon viselkedik,
Igyekeznünk kellene, hogy Ukrajna minél jobb eredményt tudjon elérni, és amíg lehet, megtartsa a demokratikus világ támogatását. Jelentette ki Petr Pavel a nyugati csehországi Stribíró városában egy lakossági fórumon kérdésre válaszolva. Az arrogancia csúcsának nevezte Szergej Lavrov orosz külügyminiszter azon kijelentését, miszerint Oroszország csak akkor hajlandó tárgyalni Ukrajnával, ha az ország éléről eltűnik a mai vezetés. Petr Pavel szerint az elfogadhatatlan, hiszen a mai ukrán vezetők legitim demokratikus választásokon szerezték meg a mandátumukat. Észak-Korea több manőverező robotrepülőgépet lőtt ki a Sárga-tenger felé, közölte a dél-koreai hadsereg. A szöuli vezérkar jelentése szerint Pennyán helyi idő szerint szerdán hajtották végre a kilövést, de részleteket egyelőre nem közöltek. A Yonhap dél-koreai hírügynökség forrásai szerint az objektumok körkörös pályán haladtak a Pennyántól nyugatra lévő vizek felé, a ballisztikus rakétáknál alacsonyabban. Az idézett források szerint a repülési hatótáv nem volt rövid, és a földről indíthatták a valószínűleg Vasal 1 vagy Vasal 2-es robotrepülőgépeket, amelyek képesek nukleáris robbanófejet is szállítani. Sim Won-sik, dél-koreai védelmi miniszter Pennyán akciójára reagálva felszólította a hadsereg vadászpilótáit, hogy bármilyen észak-koreai provokáció esetén szigorúan lépjenek fel vadászgépek a lopakodó rendszerét és a prezíciós csapásmérő technológiáját kihasználva. A miniszter továbbá kijelentette, amennyiben az észak-koreai vezetés a legrosszabb döntést hozza és háborúba kezd, az a rezsim végét fogja jelenteni. Pennyán a múlt héten hiperszónikus, szilárd üzemanyaggal működő közepes hatótávolságú rakétát lőtt ki a Japán-tenger felé. Bővebb információt a briarpress.com vagy a hetitv.com oldalon olvashatnak, most pedig pár mondat az időjárásról. Ma mindenütt felhős, esős időre számíthatunk. Este országszerte kitisztulhat az ég. A hőmérséklet jellemzően 8-10 fok köré emelkedik. Én megköszönöm figyelmüket, további szép napot kívánok, viszontlátásra!